Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Én Szabó Petra vagyok. Mai vendégem dr. Demeter Zsófia történész, akivel már ugyan találkozhattak műsorunkban, de egy nagyon szép címet tudhat magáénak. Üdvözöljük, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszéljünk egy kicsit erről a címről tulajdonképpen. Ez egy elég szép elismerés, Székesfehérvár díszpolgára lett. Mit jelent önnek ez? Köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm az érdeklődést, hiszen az ember életében egész biztosan egyszer van ilyen alkalom, amikor egy nagyvárosnak, egy nemzeti történelmi fővárosnak a díszpolgára lehet, és ilyen módon természetesen az öröm kifejezése az első, amiről számot kell adnom, hiszen természetesen a Székesfehérvár megyei jogú város közgyűlésének a döntéséről ugye polgármester úr levélben értesített, és utána elkezdődtek a szervezések. De hát azért addig, amíg az ünnepségen nem vagyunk ott, nincs a nevünk írva egy székre, és hát nem szólítanak az emelvényre, addig az ember úgy nem nagyon beszél róla. Egyébként egy kicsit érzem az érdeklődést, nem csak a Fehérvár TV, hanem újságok, rádió szempontjából is, de nem feltétlenül ez a cím lehetett az érdeklődés oka, hanem az, hogy első és utolsó munkahelyem a Szent István Király Múzeum, mert hogy itt kezdtem a Debreceni Egyetem elvégzése után a munkámat, és hát erről a munkahelyről mentem február 1-ével nyugdíjba. Ez gondolom, hogy egy számvetésre ad alkalmat, ezt az ember önmagában is megteszi álmatlan éjszakákon, de egy történésznek papírja is van róla, hogy arról is, ha lehet szóljon, hogy milyen történelmi tapasztalatai keletkeztek ez alatt a 41 év alatt, és talán arról is érdemes hát beszélni, hogy milyen feladatok vannak még. Mert azt hiszem, hogy vannak feladatok, amikre az ember így ilyen röpke 40 év után ismer rá. Ezt most idézni fogom. A címet a város és Fejér megye történetének, történelmének feltárására végzett több évtizedes tudományos munkássága, szellemi és tárgyi értékeinek megismertetése, illetve a Szent István Király Múzeum és a város iránti elhivatottsága elismeréseként adta át a díjat. Ez tulajdonképpen mit akar? Gondolom ezt a 41 évet. Igen. Igen, 41 évet, és talán azt is, hogy természetesen egy újkori történész, én újkori történésznek szegődtem Székesfehérvárra 1974 nyarán, egy újkori történésznek fel kell figyelnie bizonyos dolgokra, bizonyos jelenségekre. Egyrészt azért jött, másrészt pedig erre képezték is például az egyetemen, vagy erre indítja a családja, a szülővárosa. Most, hogyha megfejtjük ezeket az enigmákat, akkor talán azt kell elmondani, hogy balassagyarmati születésű vagyok. Fehérvárra úgy kerültem 74-ben, hogy szinte először néztem körül. Akkor se sincs az ember egészen a tudatánál, hiszen egy állásinterjúra jelentkezik. Akkor még azt nem így hívtuk ám, olyan régiesen jelentkeztünk egy állásra. És a Szent István Király Múzeum az addig a rátókörömbe volt, ókorásznak készültem, ilyen módon foglalkoztam gorziummal, de nem voltam szakembere, tehát nem lettem régész, nem lettem ókortörténész, csak kaptam ilyen képzést. TDK dolgozatokkal hát körüljártam ezeket a témákat, de hogy miért lettem újkortörténész, annak nagyon prózai oka van. Az, hogy már az egyetemen összeházasodtunk a férjemmel,
Lukács László néprajzkutatóval, aki Fejér megyei születésű, zámoyi, hát fiatal éveit kápolnásnyéken töltötte, Fehérvárra járta a József Attila gimnáziumba, tehát minden okunk megvolt arra, hogy valamelyik végpontra törekedjünk. És ez a végpont adott volt, hiszen a férjemet, mint néprajzost itt várták a Szent István Király Múzeumban, és volt még egy állás, az újkor történeti állás. Azt akkor én megpályáztam, és elnyertem, és szinte az első teljes napot Fehérváron akkor töltöttem, mikor munkába álltam. Na hát el lehet képzelni, hogy milyen elveszett akkor az ember, az irányokat nem tudja, a várost nem ismeri, a város történelméről annyit tud, amennyit mindenkinek illik, de nem többet. Ehhez képest ugye 41 év az nagyon sok tapasztalattal jár, nagyon sok ismeretet ad, nagyon sok impulzív ismerettséget olyan embereknek a megismerését, akik például a történelmi tanulmányokba tudják segíteni, és hát legalább kétféle tematikát, amit pedig kínálnak a közgyűjtemények. Közgyűjtemények közül ugye elsősorban a munkahelyemet, a múzeumot kell kiemelnem. Második helyre teszem, de nélkülözhetetlen a történészek számára ugye a levéltár, mint közgyűjtemény. Tehát ebből a két gyűjteményből kerültek ki a témáim a 41 év alatt. Említett, hogy nehéz volt megszokni, átjönni ide, de ez ilyen szerelem volt első látásra egyébként? Igenis, meg nem is. Tehát érdekes volt, hogy én egy kisvárosból jöttem. Egy nagyvároson át, Debrecen, a pezsgő diák életével egészen más műfaj volt, mint amikor 1974-ben Fehérvárra kerültem, akkor ez egy álmos kisváros volt. Tehát ilyen szempontból szinte az első pillanatban otthon éreztem magam. És hát ugye az új családom egy része, a Lukács család, az minden vonatkozásban ide kötött, tehát nem volt nagyon nehéz megszokni ezt a közeget. Érdekes módon egy dolog volt nehéz, és ezt mások is mondják, az állandó szél. A Móri árok állandóan széllel söpri ki Fehérvárt, és ezt nagyon nehezen szoktam meg, a szemem, a fejem nagyon nehezen állt rá, de most már itt vagyok, és ezt a megpróbáltatást is túléltem. Sokkal nagyobb és egészen félelmetesnek tűnt az a sok minden, amit meg kellett tanulnom. Kétféle dolgot csináltam, úgyhogy nagyon leegyszerűsítem a tevékenységemet. Egyrészt van és volt egy kutatóénem, ami következik a debreceni előtanulmányokból. Egy nagyon jó és nagyon korszerű gazdaságtörténeti iskolából jöttem. Tehát ahogy egy kicsit megismerkedtem Fehérvárral, rögtön az iránt kezdtem nézelődni, hogy mi lenne az a nagy kutatási projekt, mondanánk ma, akkor ezt a szót nem használtuk. Mi lenne az a kutatási téma, amit itt és csak itt lehet művelni, következésként csak itt érdemes. És másik szempont pedig az volt, hogy mi az az anyag, amit nem nagyon vizsgáltak még kutatók, ami hát egy kifutást jelent egy kezdő történésznek. Ezt az anyagot szinte rögtön megtaláltam a levéltárban, Farkas Gábor levéltárigazgató segített tulajdonképpen hozzá. Azt mondta, hogy hát itt van a levéltár összes terme, itt nagyon sok mindent lehet kutatni, ő maga is elöljárt a jó példával, hiszen ő is rendkívül sokféle témában kutatott, de vannak sötét raktárak, amilyen anyaghoz nem nyúlt hozzá senki. És úgy láttuk, mind a ketten, közösen, megbeszélve, hogy ez itt az uradalom történet, aminek hiányzik a kutatása.
és ezt itt Fehérváron érdemes csinálni, hiszen ez a nagy táj körülbelül Fehérvár vonalában kezdődik, és hát a Tolnai és a Somogyi dombokig tart. A Duna, mint nagy választó víz jelenik meg, de összefüggést mutat a Dunán inneni nagy tájakkal is. Tehát gazdaságtörténeti szempontból ez egy viszonylag kutatatlan, és ugyanakkor rengeteg feladatot jelentő kutatási téma. Így is lett a doktori disszertációmnak a témája, ez a mezőföldi uradalmak, mint olyan. Hát szeretem a kihívásokat, tehát rögtön bele a közepébe, rögtön egy nagy tájjal foglalkozni, és hát mielőtt beletört volna a bicskám, akkor szentül elhatároztam, hogy na ezt így végigcsináljuk ugyan, végigcsináltuk, de fordítva ültem a lovon. Tehát először egyes uradalmakat kellett volna, gondoltam én, kutatni, és akkor majd összeáll belőle egy kép. Hát nem így történt. Viszont előnye is volt a dolognak, azt tudnélik, hogy egy nagy táj elhelyezése a gazdasági palettán, a gazdaság történetben, annak a gazdálkodásnak, tehát a mezőgazdaságnak és az uradalmi gazdálkodásnak az elhelyezése, ez nagyon nagy kihívásokat jelentett. 1985-öt írtunk, és akkor azt kimondani, és annak az intézménynek, amelyben a Debrecen Egyetemen védtem a doktorimat, ahol ez történik, az nem kevés merészséget jelentett. Tudnilik, hogy itt a Dunántúl aljában, közel a piacokhoz másként folyik a gazdálkodás, mint például a hegyekben, a havasokban, vagy a Tiszántúlon. Tehát törvényszerű, hogy másként folyik, de akkor egy egészen más elgondolással tanítottak, és nem volt illdomos ezt úgy kifejteni. Tehát ez egy jó lecke volt, egy jó ugrópont volt, na, aki ezt túléli, az aztán foglalkozhat egyes uradalmakkal. És úgy is történt, utána kezdtem egyes uradalmakkal foglalkozni. Ennek az eredménye aztán az ezredforduló előtt ért be, amikor a kandidátusi disszertációmat az enyingi Batthyány Fülöp uradalmának a feldolgozásából írtam. A másik csoport a cikkeimnek, kutatásaimnak, kiállításaimnak, konferencia előadásaimnak, tehát az összes többi, az pedig törvényszerűen a múzeum mint közgyűjteményhez kapcsolódott, hiszen a múzeumok, a miénk 1873 óta gyűjtik az anyagot, fantasztikus értékeket halmoznak fel, a miénk is, és ugyanakkor az élet és a mindenkori évfordulók, a történelmi szituációhoz prompt feladatokat, amiket meg kell oldani. De a gyűjtemény egészének a feltárása az bizony sokszor elmarad. Tehát időről időre rácsodálkozunk, még én is 41 év után rácsodálkozom arra, hogy milyen értékes darabjai vannak a mi gyűjteményünknek. Most én konkrétum a helytörténeti gyűjteményről beszélek, hiszen bármihez kezdünk, és elkezdjük ugye egy dobozba, vagy egy polcra gyűjteni annak a dolognak, annak a témának, annak a korszaknak a dokumentumait, képeit, tárgyait, akkor azt mondjuk, hogy hű, de érdekes. Minden darabja a kezünkben volt, és mégis azt mondjuk, hogy így együtt, hű, de érdekes. És ugye még érdekesebbé lehet tenni, hogyha az ember valóban a többi közgyűjteményt, testvérintézményeket, a közben összegyűlt tapasztalatait, az internetet, mi mindent lehet ma már használni, hozzáteszi, és mint egy szép kaleidoszkóp, úgy rakódik egymásra a dolog.
és úgy teljesedik ki az a kicsi téma is, amit most éppen munkába vettünk. Tehát ez egy nagyon izgalmas folyamat, de egészen más, mint a másik. A másiknál, ugye az uradalom történetnél, most éppen a herceg Enyingi Batthyány uradalomnál azt láttam, hogy atyavilág 65 méter anyag. Ugye ezt a papírt így rakjuk, és akkor 65 méter van itt, és az országos levéltárban, és hol mindenhol, még Pécset, meg Veszprémben, meg mindenhol. Tehát ez egy beláthatatlan mennyiség. Ezt mint a kisegér neki kell ülni, és akkor úgy átdolgozni. És azt hiszem, hogy mondhatom, hogy biztos, hogy sose ér az ember a végére, hiszen újból és újból elő kell egy-egy témát venni, másként látjuk, más tudunk róla. Tehát ez egy vége láthatatlan, ez egy kitartó munkát igénylő dolog. A másik pedig mindig mást hoz elő, mindig más anyagot, mindig más korszakot, másba kell belekapni, és akkor az ember gondolkozhat, hogy most a kis csavar oldaláról rakja össze a gépet, ugye, mert egy darab kis csavar is egyszer majd egy gépben értelmet kap, vagy a nagy gépet nézi meg először, aztán szétszedik kis csavarokra. Tehát nagyon izgalmas dolog, és mindegyik téma más módszert kíván, más megközelítést kíván, nem mindegy, hogy cikk lesz belőle, konferencia előadás lesz belőle, raktári rend lesz belőle, vagy egy kiállítás, ugye? Egész más hozzáállást kíván, de ez mind izgalmas, ez mind ad az egész képhez valamit. Beszéljünk egy kicsit erről a 41 múzeumi évről. Ugye először történészként helyezkedett el, utána helyettes igazgató lett, majd utána igazgatóként folytatta ezt a munkát. Hogy élte meg ezeket a fokozatokat? Hát köszönöm, nagyon jól. Ennek az a magyarázata, hogy hát először is egy nemzetközi hírű szakember intézményébe léptem be, Ficienőről van szó, aki a saját szakterületén példamutató szorgalommal, kitartással és intuícióval folytatta a saját munkáját. És ez soha nem volt háttérben, inkább mindig előtérben volt, inkább mindig azért dolgoztunk, vagy ő dolgozott gyorsan délelőtt, hogy délután lehessen kutatni, most csak egy példát mondtam, hogy délelőtt vagy délután, de minden esetre mindig az volt a szempont, és ezt lestük el például tőle, hogy ahhoz, hogy nyugodtan foglalkozhassunk a tudományos munkánkkal, mindenkinek van és volt a múzeumon tudományos munkája, ez egy ilyen intézmény, ahhoz az adminisztrációt, a szervezést, a többi, azt először el kell végezni, és nyugalmat lelni a tudományos munkához. Ez, amikortól igazgató voltam, ez gyökeresen megdőlt természetesen az én szempontomból, de még mindig ezt tartottam kívánatosnak, hogy legyen az embernek ereje, energiája és figyelme a tudományos munkára is. Természetesen akkor ezek az arányok felborultak. Már csak azért is 2008 és 2015 februárja között töltöttem be ezt a funkciót. Tehát már csak azért is felborultak, hiszen három fenntartó váltást éltünk meg ez alatt, az idő alatt. Ez nyilván rengeteg adminisztrációval és az új helyzethez való alkalmazkodással jár, de amúgy is ebben az ezredforduló és az utána való évtizedben a muzeológia egy átalakulást ért meg. Majdnem azt mondtam, hogy forradalmat, de ezekkel a fogalmakkal tényen kell bánni, tanultam a történelemből. Tehát egy nagy átalakulást ért meg a múzeum megítélése. Ugye egy tudósok kedves és lassú vizsgálatá, egy nyugalmas munkahely képzete alakul ki az emberekben, amikor azt hallják, hogy múzeumban dolgozik. Mindenki úgy mondta, hogy jaj, de szép kis dolog, hát múzeumban dolgozik, olyan nyugodt lehet. Hát neki legyen mondva, ugye? Tehát az biztos, hogy ebben a
az említett évtizedben a múzeumok messze kiléptek a kapuik közül. Új társadalmi kihívások jelentkeztek a múzeumi kiállítások, a múzeum látogatás és a múlt bemutatása iránt. Ma, mintha egy kicsit átestünk volna ugyan a ló túlsó felére, de majd megnyugszik ez a dolog. Szoktam mondani olykor, hogy időnként most már a látványpékség és a wellness vizei nevezünk, de kétségtelen, hogy egy átalakulási folyamat van. Arról van szó, hogy a múzeológiát azt egyre közelebb kell vinni a látogatóhoz, ami nagyon helyes, tehát az a célunk, hogy mindenki bejöjjön a múzeumba, és szívesen töltse ott el az idejét. Amikor ez az ellentétjébe hajlik, akkor pedig már még attól is meg akarjuk óvni, hogy olvasson, hogy gondolkodjon, hogy önálló elképzelése legyen. Ez a nem helyes része. Tehát azt gondolom, hogy egy újfajta múzeum alakult itt most ki a szemünk előtt, és hát akik benne voltunk, azoknak a kezdeményezésével, jó-rosszul, de ezen a folyamaton azt hiszem, hogy át kell esni múzeumoknak. A miénk úgy gondolom, hogy ebben az időszakban valóban gyökeres átalakuláson ment át. Egyre több és népszerűbb rendezvényeket tudunk kínálni a látogatóknak, viszont ennek a következményeként egy kicsit elmaradt a kutató, a munka, a feltáró munka, a gyűjteményeinknek a bemutatása. Azt hiszem, hogy ezeknek egyensúlyba kell kerülniük. Utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy ugye eltelt ez a 41 év, most mivel foglalkozik úgy általában? Hogyan telnek a napok? Hát köszönöm a kérdést, nagyon jól telnek ezek a napok, hetek, hónapok, én még abban is reménykedem, hogy évek, hiszen feladatokkal álltam föl az előző székemről, mert hogy először is volt, amit ugye félre kellett tenni azért, mert más volt a feladat, azokat gyorsan előszedtem, a restanciákat bepótoltam, és három jelentős és közeli feladat áll előttem. Az egyik egy városfejlesztési kérdés, az 50 éve történt címmel. Fogunk egy kiállítást és sok-sok más rendezvényt rendezni az ipari építési technológiák bemutatásáról. Ez hamarosan következik, ugye októberben, novemberben egy első világháborús nagy kiállításra készülünk, és több kicsire nagyon érdekes és nagyon-nagyon meglepő dolgokat fogunk tudni bemutatni saját gyűjteményünkből is, és kölcsönanyagból is. És hát kicsit szívem vágya, hogy egy kicsit többet foglalkozhassak a fehérvári magyar nyelvű színjátszásnak a történetével. Elmaradásaink vannak, időnként felelkapjuk a témát, felkapjuk, és elejtjük, és úgy minden elvaratlanul marad. Pedig fontos azt tudatosítani, hogy Fehérváron nyert már a reformkorban, 1818-ban már, végleges szállást a magyar nyelvű színjátszás, és ez a színtársulat hát darabokat iratott és darabokat fordítatott, nyári játékokat rendezett, tájolt és hát elöljárt a magyar nyelv terjesztésében. Ezt nekünk itt Fehérváron kell megmutatnunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmesélte nekünk. Nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!